Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió hétfői híradóját látják, nézzük főbb híreinket. Szálláshelyfejlesztés, a soproni idegenforgalom bővülését várják a szakemberek egy új pályázattól. Gyakorlat, kiállták a próbát a nagycenki tűzoltók. És méhnyakrák, a megelőzésre hívták fel a figyelmet. Nem csak több, hanem jobb színvonalú szálláshely lesz Magyarországon. Ezt várják attól a pályázattól, amelyre hamarosan lehet jelentkezni. A kiírás célja a belföldi turizmus fejlesztése. Azoknak a szálláshelyeknek, amelyek pályáznak a kormány által biztosított 11 milliárd forintos keretösszeg egy részére, egy fokkal emelniük kell szolgáltatásaik színvonalát. A lehetőségtől a soproni idegenforgalom fellendülését is várják a szakemberek. A fejlesztésen gondolkoznak ebben a belvárosi hotelban. A szálláshely kedvező elhelyezkedésének köszönhetően állandó, megbízható foglalási adatokkal rendelkeznek, ám szeretnék, ha a hotel belülről megújulna, így még több vendéget tudnának fogadni. Még rengeteg olyan dolog van, amit mi tudnánk itt fejleszteni. Elsősorban mi egyébként előre szeretnénk lépni itt a Palatinus szállóba 3 csillagos minősítéssel, 3 csillag superiorra, hogyha ez a pályázat megvalósul. Egyébként is a terveink között van, csak hát ugye forrásra mindenképpen szükség lenne ehhez. A kormány által kiírt pályázatban összesen 11 milliárd forintot igényelhetnek a szálláshelyek. A támogatások vissza nem térítendőek lesznek, és előnyt élveznek majd a családbarát fejlesztések. Azok, akik pályáznak a támogatásra, a fejlesztések után egy fokozatot előre léphetnek. Potestarsnak a egész Európában, talán az egész világon elfogadott minősítési rendszere. Nehéz nagyon pontosan megmondani, hogy mire van szükség, mert ez egy több mint 250 pontból álló kritériumrendszer, ahol egyrészt vannak minimumkövetelmények különböző minősítésekhez, másrészt pedig vannak különböző pontszámok, amiket lehet kapni. Most itt a cipőtisztítótól elkezdve egészen a 24 órás recepcióig, de tényleg nagyon-nagyon sok minden van. Nálunk igazából olyan nagyon sok megvalósítandó ez az előrelépéshez nincsen, nyilván tárgyi eszközberuházások azok kellenek a szobába, hogy a szolgáltatásokat tudjuk fejleszteni. A kormány célja az, hogy Magyarország utolérje Csehország turisztikai teljesítményét és megközelítse az osztrák színvonalat. A magyarországi turizmus 2010 óta folyamatosan bővül. 2015-ben már 25 millió vendégészakát regisztráltak a kereskedelmi szálláshelyeken. Hamarosan önállóan vonulhatnak a tűzesetekhez a nagycenki önkéntes tűzoltók. Az Egyesület 18 tagja szombaton teljesítette azt a gyakorlatot, ami az önállóság legfőbb feltétele volt. Márciusban már őket riasztják, ha körzetükben valahol tűz üt neki. Az egykori soproni határőr laktanyához riasztják a nagycenki önkéntes tűzoltókat. Ez alkalommal csak a feladat igazi, a tűz nem az. Egy rendszerbeállító gyakorlatot tartunk a nagycenki önkéntes tűzoltó egyesületnek, ahol feltételezés szerint pincében tűzütött ki, és ott egy személy nem tudott kimenekülni. Ezt a feladatot kell megoldaniuk minden egyes résztvevőnek, fel kell deríteni, illetve a megfelelő szakmai előírásoknak követésével kell ugye ezt megtenni. Ezt ellenőrizzük, és a végén kiértékeljük, hogy ki mit hibázott, rontott el, mint kell javítani. Ahhoz, hogy bejussanak az épületbe, az önkénteseknek el kell takarítaniuk az akadályt, és a vízellátást is meg kell szervezni. Minden rutinszerűen zajlik. A nagycenki tűzoltók sokat tanulták, és rendszeresen gyakorolják is ezeket a mozzanatokat. Átbeszéltük a szerelési folyamatokat, a füstből, pincéből, emelt szintről mentéseket, légző használatát, ami rendkívül fontos. A kézi szerszámok, tehát motorfülész használata, balesetvédelem természetesen a legfontosabb. A gyakorlatok folyamatosan zajlanak nálunk, mert idáig is voltak gyakorlataink. Szerintem ahova kirendeltek bennünket, helytáltunk. Mindenhol szégyent nem vallottunk. Oda ment mindent elborító füst várja a lánglovagokat, de ebben a helyzetben is boldogulniuk kell. A mostani gyakorlat a legfontosabb mérföldkő az önkéntes egyesület életében. Ha sikeresen teljesítik a feladatot, önállóan is intézkedhetnek majd. Ez azt jelenti, hogy az általa
igényelt és a katasztrófa igazgatóság által jóváhagyott működési területen ez néhány település, Nagyszeng település esetében valószínű, vagy község egyesületének tekintetében egy a 4 település fog magába foglalni, vagy felölelni. Azonokon a településeken az elsődleges riasztás alapján, mikor ők készenlétben állnak, ők önállóan vonulnak és be is avatkozhatnak, míg a közreműködő tűzoltó egyesületek önállóan nem végezhetnek beavatkozást. Feladat pedig akad bőven. A nagycenki önkénteseket rendszeresen hívják lakástűzhöz, balesetekhez. Eddig a soproni, fertőszentmiklósi vagy kapuvári egységeket támogatták. Legtöbb esetben balesethez, Nagyszenken, tudjuk a 84-es, a 85-ös csatlakozik, ottan heti rendszerességgel előfordult baleset, a legtöbb eset az volt. Az utóbbi esetekben a nagy hidegre volt tekintettel sok tűzeset is volt. A tűzoltók megfeleltek az elvárásoknak, megtalálták a tűzfészket, és a bentreket sérültet is kimentették. A gyakorlatot teljesítő 18 önkéntes várhatóan március 1-től kapcsolódik be önállóan a tűzoltóság riasztási rendszerébe, és évente 3000 órát áll majd készenlétben. A hátrányos helyzetű gyermekekért végzett tehetségmentő munkájáért Raoul Wallenberg díjjal tüntették ki dr. Járóka Líviát. A roma származású soproni szociálantropológus volt európai parlamenti képviselő, 2014-ben hagyott fel politikai pályafutásával. Ezután megalapította a Járóka Lívia tehetségmentő egyesületet. Célja, hogy közvetlenül segítsék a mély szegénységben élő cigány és nem cigány gyerekeket. Az egyesület olyan komplex programot dolgozott ki, amely segítségével a szülőket munkahelyhez juttatják, a gyerekeket pedig az oktatás, a sport és a képességfejlesztés területén karolják fel. Legfontosabb céljuk, hogy a szülőkkel megértessék, a tanulás a legértékesebb befektetés, csak a végzettség és a képzettség jelentheti a felzárkózást, a jövőt. Az alapítvány fontos szerepet vállal annak érdekében, hogy minél több kiváló képességű fiatal tanulási, sportolási lehetőséghez és egészséges életmódhoz juthasson. Raoul Wallenberg zsidó honfitársainak 10000-eit mentette meg a II. Világháborúban. A róla elnevezett egyesület és alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen osztotta ki az idei díjakat. A Wallenberg díjat olyanoknak ítélik oda, akik tevékenységükkel, életútjukkal mutatnak példát humanizmus. Városunk idén is csatlakozott az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét programjához. Szombaton délután szakemberek tájékoztattak és adtak tanácsot arról, hogyan előzhető meg a betegség. Kiderült, továbbra is sok a tévhit a betegségről. Rendhagyó módon fúvós zene töltötte be a Sopron Plaza emeletét szombat délután. A különleges zenéhez rendhagyó program is társult. Itt tartották az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét soproni állomását, nem véletlenül. Itt tudunk sok hölgyet, illetve fiatalt ugye a mozi miatt becsalogatni, és azért is vannak olyan gyermekeknek való programok is, például a csillámtatoválás, mert ezzel úgy gondoljuk, hogy ide tudjuk hívni őket, és akkor a szülő is már ide jön, és megnézi, hogy miről is van itt szó. Akit pedig sikerült becsalogatni, azzal a méhnyakrákról és a betegséget kiváltó humán papillomavírusról osztottak meg fontos információkat. A megelőzésnek az egyik módja az, hogy rendszeresen járunk szűrésre, hiszen a szűréssel időben felfedezzük és gyógyítható. A másik pedig az oltás, a humán papilloma vírus elleni oltás, hiszen tudjuk, hogy a méhnyakrákok nagy százalékát ez a vírus okozza, ez van a háttérben. Magyarországon évente átlagosan 1500 új méhnyakrákos megbetegedést diagnosztizálnak. Az oltások és szűrések ellenére a méhnyakrák a második leggyakoribb daganatos megbetegedés a magyar nők körében. Évente közel 400-an halnak meg benne, és továbbra is sok tévhit kering a betegségről. Az előbb például volt itt egy 65 éves hölgy, aki azt gondolta, hogy mivel hogy ő már 65 éves, neki nem szükséges elmenni a szűrésre, és akkor mondtuk neki, hogy hát ez nem így van, hogy van egy korosztály, akik ugye főleg érintettek, és utána már nem kell mennünk szűrésre, hanem ezt sajnos folyamatosan életünk végéig szem előtt kell tartanunk, mert bármikor meg lehet betegedni, akár 20 év alatt is, meg hát 60 év felett is. A vírus ellenes védőoltás bármikor beadható, a 7. lányok szülei pedig ingyen kérhetik.
A fertőzés azonban nem csak a nőket érinti. Ezt a fertőzést, ezt nem csak nők, hanem férfiak is megkapják, tehát a férfiaknál is most már létezik védőoltás. Ez nem ingyenes, de lehetőség van gyógyszertárba beszerezni a védőoltást, hogy férfiak esetén is, hiszen akkor nem adják át a párjuknak, társuknak. A szakemberek szerint is fontos, hogy a nőket környezetük sarkalja a szűrések igénybevételére és támogassa a betegség leküzdésében. A szombati programon készült, májva virágokat formázó kitűzőket ezért a Soproni Kórházban fekvő betegnőknek juttatják el a szervezők, hogy érezzék, nincsenek egyedül. A soproni Tigrisek kerekesszékes kosárlabda csapata 2 győzelemmel, a soproni sportiskolás Solymok 2 vereséggel zárta a bajnokság alapszakaszának 4. fordulóját a Novomatic Arénában. A 4 csapatos kerekesszékes kosárlabda bajnokság 4. fordulóját rendezték a hétvégén Sopronban. A 2 hazai csapat, a Solymok és a Tigrisek mellett a Diósgyőr lépett pályára, míg a törekvés ese szabadnapos volt. A nyitó mérkőzésen a lényegesen esélyesebb Tigrisek 45-19-re győzték le a sportiskolás Solymokat, akik a DVTK-val szemben is alul maradtak. Igaz, ez utóbbi összecsapás már jóval szorosabb eredményt hozott. A Diósgyőr mindössze 6 ponttal volt jobb a Solymoknál, a számszerű végeredmény 32-38 a vendégek javára. Az utolsó mérkőzést a DVTK vívta a Tigrisekkel. Magyar András tanítványai remekül játszottak, így egy pillanatig sem forgott veszélyben a soproniak győzelme. Diósgyőr, Soproni Tigrisek 27-51. Először is szeretnénk gratulálni mind a 3 csapatnak, remek mérkőzéseket játszottunk. Nagy örömünk számunkra, hogy a Soproni Tigrisek csapata mind a 2 mérkőzést megnyerte, mondhatnánk fölényesen, úgyhogy ez nagy lépés a vágyunk, az álmunk felé, hogy másodikak legyünk a bajnokságban, és hát remélem, hogyha így fejlődünk, akkor jövőre legalább meg tudjuk szorítani a törekvés csapatát is. A kerekesszékes kosárlabda bajnokság 5. fordulóját szintén Sopronban rendezik, a 2 hazai gárda mellett a listavezető törekvés ese lép pályára február 19-én a Novomatic Arénában. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd következik a Mozaik, melynek vendége Bánáti László, a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT parkerdei és kommunikációs igazgatója lesz. Utána Hajrá Sopron című magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió hétfői híradójának végén valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Kedden csapadékos légtömeg érkezik fölénk, ezért számítani kell havas esőre, havazásra. A hideg reggelt követően 1 fokig emelkedik majd a hőmérő higanyszála.